Kora délelőtt lezárták az Erzsébet híd felét a taxisok. Mintegy 30-40 autóval vonultak a hídra, és a Pest felé haladó két forgalmi sávot lezárták. A demonstrációnak a célja, mint az elmúlt három hétben, itt továbbra is az, hogy mi nagyon-nagyon pártoljuk és köszönjük a kormánynak, hogy egyáltalán elkezdtek ennyire foglalkozni az ügyünkkel, a problémáinkkal. Amiért mi mindig itt vagyunk és még mindig az utcán vagyunk, az az, hogy még mindig nem érezzük azt a kellő mértékű ellenőrzést, illetve szankcionálást, amit a kormány már február elején kiadott utasításba bizonyos hatóságoknak, hogy igenis az illegális tevékenységeket ellenőrizzék, és hogyha úgy van, akkor szankcionálják. Most jelen pillanatban olyan 60-70 autóval állhatunk ki, de közben csatlakoznak minden kollégák. 13 óráig tervezzük itt a hidon az átsorgást. 13 órakor itt a szervezőtársaimmal együtt elmegyünk a belügyminisztériumhoz, ahol reményem szerint a belügyminiszternek úrnak átadhatunk egy petíciót. Nyilván nem milliómosok akarunk lenni, de azért szeretnénk azt, hogy ami pár évvel ezelőtt volt normális életvitel, legalább azt tudjuk folytatni.